Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, énekeljük el az om Nám mantrát hétszer. Om, na. Köszönöm szépen. Amikor énekelsz, nem gondolkodsz. Ha 100 százalékosan énekelsz, akkor nulla százalékban gondolkodsz. Ezt megtettük most, ma este, délben, reggel, holnap reggel, és amikor ezt megtesszük, akkor az egység állapotában vagyunk. A tiszta tér, tiszta tükör tudat állapotában vagyunk. És ezt az állapotot elérhetjük, csiszolhatjuk, kihozhatjuk a templomból, használhatjuk más emberek megsegítésére, és várhatjuk, hogy az önkéntesség evolúcióján keresztül minél több érzékszerfesz kötött lény, minél több énséget formáló lény csatlakozzék ahhoz az úthoz, Azokhoz a szangákhoz, a sok-sok hagyományvonalhoz, amelyek által feljebb ébredünk. Felébredettebben cselekszünk, beszélünk, gondolkodunk és érzünk. És talán most, az írott történelem elmúlt 2500-3000 évében, először érezhetjük azt, hogy kifogytunk az időbe. Hogy a békés evolúcióra, már nem lesz elég az az idő, ami előttünk van, ugyanis a megtermelt karmánkat nem tudjuk olyan gyorsan kompenzálni, kiegyenlíteni, megtisztítani, mint kellene. Mindig a történelemre emlékszünk. Nagyon ritkán nézzük a történelmet, ahogy formáljuk, mert nincs meg a viszonyítási alap. A római birodalom nem tudta, hogy mikor van a csúcsán. Azt sem tudta, hogy mikor kezdett el hanyatlani, és a terrorhátus környékén jöttek rá, hogy valami nagyon nagy baj van. A második világháború utáni világ nem tudta, hogy pontosan merre megy, ma sem tudja. Folyamatokat látunk, erővonalakat érzékelünk, karmát látunk valamilyen mélységig, de nagyon önközpontúan, legyen az egyén, család vagy társadalom. A 2021-es év az a tűz és a víz éve. Soha még ennyi tűz nem volt a Földön, soha még ennyi árvíz nem volt a Földön, és bár voltak figyelmeztető jelek, nagy többségünk úgy döntött, hogy nem törődik vele. Mert a természet nem élő szóval beszél, de mégis ezer nyelven tudatja, hogy mit csinálunk vele. Képzeld el, ha tudna beszélni, mit mondanak. Tehát a történelmet úgy kell észrevennünk, ahogy most ebben a pillanatban csináljuk, de ezt csak annyira tudjuk, amennyire az okot és az okozatot látjuk. Amennyiben látjuk a ciklusok ismétlődését, és látjuk a lineáris időben való haladását egy bizonyos irányban. Annyira könnyű lenne, hogyha a nagy rendező egyszer csak lekapcsolná a munkafényeket, és a színpad a szokásos díszlettelen sötétségébe borulna, és vége lenne a Human Sapiens projektnek, de nem lesz. Ilyen könnyen nem ússzuk meg. Nagyon sokáig itt leszünk, hogy takarítsunk magunk után, és ez az év megmutatta, hogy mekkora munka lesz. Nem tudjuk, mekkora munka lesz, de úgy látjuk már a távlatokat, hogy az elmúlt 50-60 év infantilis felelőtlenségéből több száz évnyi elképesztő terhet gyártottunk unokáinknak, és ők unokáinknak, és ők-ük ők unokáinknak, mert ők fogják azt a házi feladatot megcsinálni, amelyet mi elmulasztottunk. Hogy hányan tettük ezt szándékosan, és hányan tudatlanul, ez egy idő után nem fontos. Az a fontos, hogy te mennyire vagy tudatos abban, hogy hogyan termelsz, hogyan fogyasztasz, hogyan élsz és hogyan halsz. Hogy mit hagysz hátra ezen a Földön, emberben és anyagban, tudatosságban és tudatlanságban. Elképesztő kemény évekkel én nézünk. Ezt akkor is tudod, hogyha csak józan parasztésszel megnézed, hogy az elmúlt 20, 30, 40, 50 évben mi történt, és hogy a trendek merre felé mutatnak. Senkit sem bíztatok arra, hogy utcasarki profétákra hallgasson. Senkit sem bíztatok arra, hogy meg akarja jósolni a jövőt. Még kevésbé azt, hogy megjósoltassa tassa a jövőt. Arra biztatlak, hogy járnyitott szemmel. járnyitott lélekkel, és erősítsd meg magad, hogy elviseld, és másoknak is segíts elviselni azt, ami jön. Az ok és okozat törvénye világos. Egy élet olyan minőségű, amelyen tiszta a tudatod. Egy csoport annyira tud jól működni, amennyire tiszták a benne résztvevő tudatok. Az utunkat annyiban tudjuk jól járni, amennyiben helyesen szabjuk meg az irányát. És mint emberiség, a sapiens, sapiens, nem állunk jól. Kis csoportban, családban esetleg tehetünk valamit, amely más, mint a nagy trend, a nagy átlag, az, ahová a több milliárd tartozik. Egyénileg is megteheted ezt. De a statisztika, a nagy számok törvénye mutatja a karma tehetetlenségét. Mutatja azt, hogy mi mit csináltunk és mit nem csináltunk. Úgyhogy sok a munka kívül is és belül is. De hogyha a belső munkát nem végezzük el, akkor a külsőt sem tudjuk. Legalábbis úgy nem, ahogy kéne. Mindig kifelé ment a többségünk. Mindig fölül, alul, oldalt, hátul valahol kereste azt az entitást, azt a megoldást, amitől ez más lesz, mint volt. De belül nagyon kevesen. És a befelé vezető út úgy tűnik az egyetlen kivezető út. Akármennyire is megjósolhatatlannak sziszifuszinak, paradoxnak, megismerhetetlennek tűnik. Úgyhogy a minőség az, amivel a mennyiség fölé tudsz keveredni. A meghaladás az, amivel látod önmagad és a világot. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, kérdezetek. Engem a tudatos és racionális döntések és az érzelmi döntéseknek a kapcsolata Érdekelne. Engem is. Nagyon mélyen. Sőt, egyre inkább. Hogy van olyan, hogy az egyiknek felül kell múlni a másikat, vagy. Most már vége az engem. olimpiának, nem osztunk érmeket. Helyzet, kapcsolat, cselekvés. Mire van szükség? Tehát nézd meg például az érzelmi és a gondolati döntéseknek a mozgatórugóit mennyire áhítozunk a feltétel nélküli szeretetre, érzelmek. És mennyire fontos, hogy néha feltételek között legyen az életünk, gondolatok. Tehát a rendszerre és a rendszert használóra egyaránt szükség van. A gondolatra és a gondolat meghaladására egyaránt szükség van. Ebben a pillanatban mi kell? Még több érzelem? Még több gondolat? kevesebb érzelem, kevesebb gondolat? Mi az, ami te és a környezeted legyen az emberi, állati lovak, kutyák, csirkék, kismacskák harmóniáját szolgálja? Nézd meg, hogy mivel teremtesz több boldogságot, és hogyan teremtesz kevesebb szenvedést. És hogyha ez épp akkor gondolat, akkor használd azt. Ha érzelem, használd azt. Ha szavak, használd azt. Ha csend, használd azt. Ha tenni kell valamit, tedd meg. Ha semmilyen cselekvésre nincs szükség, maradj cselekvés nélkül. A cselekvés nélküliség nem tétlenség. A csoportkarmánk egyik sarkalatos pontja, hogy nemzetünk amennyire okos és jól gondolkodik, és jól alkot rendszereket és stratégiákat, törvényeket és szabályokat, a cselekvés szintjén már más jelentkezik. Nagyon nehéz a gondolatainkat cselekvésre váltani akkor, ha túl gondoljuk azokat. Még nehezebb cselekvésre váltani akkor, amikor azt hisszük, hogy a gondolatok behelyettesíthetők a tettek helyére. Amikor a logosz betegségében szenvedünk, hogy az élő szó és a tett, a cselekvés az ugyanaz. Amit itt teszünk, az a gondolatok meglátása, helyes használata, és az a megkülönböztető bölcsesség, hogy a címke nem lesz azonos a tárgyal. A gondolat sosem lesz azonos a cselekvéssel. Tehát tenni kell, ha eredményt akarsz. Cselekedni kell, hogyha haladni akarsz. Úgyhogy itt nem csak a gondolatok és az érzelmek, hanem bizony a tett és a szó, a gondolat is nagyon sok szerepet játszik. Nézd meg, hogy pillanatról pillanatra mire van szükség. Hogyan tartod az irányt, hogyan tartod a kapcsolatot, hogyan működsz helyesen. Én a felajánlásról szeretnélek kérdezni. Mondtad, hogy a 2021-es év nagy vízválasztó tűzzel, vízzel. És én ezt gyakorlatilag a családomban is megéltem, hiszen két nagykorú gyermekem van, és szembe jött velem az a helyzet, hogy ők már máshogy látnak és máshogy gondolkodnak. Nagyon nehéz szülőként kommunikálni velük, hiszen az ember nem akarja elvenni a jelenüket. Ők meg vannak arról győződve, hogy jelen pillanatban minden világok legjobbikában élnek, hiszen van lehetőségük, tehetségesek, ügyesek, életre valóak. Ugyanakkor én érzem ezt a fajta szakadást közöttünk. Hogy tudom én még őket támogatni. Tartsd meg a hidat. Mindenképp meg kell tartani a szeretet kapcsolatot, mert azon keresztül tud bármi értékes érvényesülni, anélkül meg semmi. Hát ha ők azt hiszik, hogy a világunk minden világok legjobbika, akkor ez egy akkora optimizmus, egy olyasféle motiváció, hogy az életre nevelted őket. És ez a motiváció, ez kell. És az égszerelmére nehogy elvedd. Majd ők, majd ők tapasztalják, hogy igen, a legjobbik. Akkor most akkor most miért van ez? Mi történt? Úgy, nyugodtan hagyd őket megismerni azt a világot, ahová születtek. És a tehetségüket igenis bontakoztassák ki. Haladjanak az úton. Nem csak egy családban, vagy egy párkapcsolatban, de egy csoportban is a kapcsolat minősége adja az élet minőségét. Nagyon fontos, hogy ez megfelelő legyen. Az, hogy mi megy át ezen a csatornán, az másodlagos. Az lenne a kérdésem, hogy az énségtől és az elvárásoktól hogyan lehet megszabadulni, és amíg ez nem történik meg, addig hogyan lehet ezzel bánni, hogy helyes legyen? Mit vársz ettől a kérdéstől? Tudtam. Hát, hogy válaszolj nekem erre. Mit remélsz a választól? hogy megtalálom azt, hogy hogyan boldoguljak ezzel az életemben. Le kell fordítani konkrétumokra a problémát, és abban a különleges helyzetben vagyok, hogy ismerem a problémát. Itt az történik, hogy ha elvárásokkal van feléd valaki, akkor te is elvárásokkal élsz felé, akár látod, akár nem. És innentől kezdve az elvárások kölcsönösek, de sosem egyoldalúak. És ez az emberi kapcsolatok esetében elképesztően bonyolult tud lenni. Tehát azt a közös utat kell letisztázni, ahol azt kapjuk egymástól elvárás nélkül, ami méltó hozzánk, ami tényleg az osztályrészünk egy családban és egy kapcsolatban. Ezért kell valami, ami a családnál nagyobb, egy tágabb kontextus, mondjuk egy klán vagy egy csoport, egy nagyobb csoport, ahol az értékeink azonosak, ahol mi teljesen közös platformot találunk, anélkül, az elvárások alapján mindig kompromisszumokat kéne kötni, pillanatról pillanatra. Ez egy idő után elképesztően fárasztó. Tehát az a közös megértés, a közös felfogás, amelyben feloldódnak az elvárások, de be is teljesülnek. Egyszerre. Na, az kéne. Ezennél egy kicsit bonyolultabb, mert apukámról van szó, és az én elvárásom, vagy hitem az volt, hogy teljes szívvel és nyitottsággal hazamegyek, és most megköszönök neki mindent, és, és ezzel így beléptem, és ő így mielőtt megszólaltam volna, így gyomorszájon az ő gondolataival, hogy én mit nem csinálok helyesen, jól. Ez egy tökéletes pillanat arra, hogy megköszön neki azt, amit kaptál. Nem bírtam. Akkor máshova kell tenni a makadságot, mint eddig. Tehát van egy elképesztő kitartásod, ez látszik. Amikor fejjel neki mész a falnak, vagy valaki fejjel beléd jön, ugyanaz a probléma, akkor néha úgy elbátortalanodsz, és ez rendben van, hogy úr is. Tehát én nem ilyen lovat akartam, hát én elvégeztem egy csomó belső munkát, most apám miért viselkedik velem így? Nem az az önképe, mint neked. Nem ugyanazt látja benned, mint te saját magadban. Teljesen törvényszerű. És ilyenkor, Visszatükrözendő az, hogy ő éppen mit vetített rád, mit dobott feléd. De nem ugyanúgy és nem ugyanazzal, mint ő. Tökéletes pillanat, drámai kontraszt, hogy megköszönt. És látszólag nem arról beszélsz, mint ami őt érdekli, hanem valami sokkal fontosabbról. Köszönöm. Szívesen. Hogyan tudom megtalálni az egyén és a csoport érdeke közt az egyensúlyt? Nézd meg, hogy hogyan segíthetitek egymást. Utána nézd meg, hogy egy irányba haladtok-e ezen közben. Nagyon sok olyan segítő volt, aki csalódott a csoportban, és nagyon sok olyan csoport volt, amely nem tudta integrálni a segítséget, mert mondjuk nem onnan jött az egyén részéről, amely mondjuk a csoport értékrendjéhez lett volna igazítható. Köszönöm szívesen. Én az álombardójáról szeretnék kérdezni. Uh... Ezek után mi segíthetek? Hát azt szeretném megkérdezni, hogy álomban, mikor a, mondjuk így, ez egyszerűség kedvér, hogy a lélek vándorol a térben, de. Inkább bungee jumping van, túl sok vándorlás nincs. Akkor valami olyasmit csinál, hogy akkor az csak térben lehet, vagy időben is? Időben is. Bár, bármelyik irányban? Nem. Csak visszafele? Csak azt láthatja, amit látnia lehet. Itt azért elég komoly szabályrendszer van, nehogy azt higgyük, hogy ilyen kis freeride a testen kívüli állapot. Nem. Nagyon komoly törvények vannak, Magyarul tudatot, tisztasságának függvénye, lélekállapotot per karmát függvénye, hogy egy álomban meddig mehetsz el. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Ha itt előttem így az álmokról volt egy kicsit szó, hogy akkor más dimenziókban is betekinthet a lélek álomban, ha... Nem elég ez, ami van? Hát ez a három tér meg egy idő. Nem elég? Hát épp elég dolgunk van itt. Nagyon sokféle álom van, többek közt olyan, amikor mondjuk az előző este elfogyasztott töltött káposztától, ugye üldöz a bika, és te úgy tűnik, hogy kátrányban rohangálsz. Ez a testhez kötött álom, és aztán vannak ennél kicsit szubtilisabb, kevésbé testhez kötött ugye, álomformák, de a legfontosabb az, hogy azért érzékelünk három tér és egy idődimenziót a testben, mert az elménk és a fizikumunk így működik, ilyenre vagyunk kalibrálva. Tehát ez az érzékszervhez, per gondolkodáshoz és érzelemhez kötött lélek a jiva állapota. Csak ezért, amikor nem vagy ebben a testben és nem ezekkel az érzékszervekkel dolgozol, akkor ez megváltozik. Hogyan? Majd az álom megmutatja. Ez is tudatállapot függvénye, hogy hány és milyen létsíkot és dimenziót érzékelsz az álom állapotában? Oké. Okay. És mi van a tudatos álommal? Tehát az az vannak... már nem olyan, mint az ébrenlét, de rájössz, hogy közben mégis alszol. És az jó? Rossz. Következő kérdés. Az lenne a kérdésem, hogy hát így nyugati elme szerintem nagyon gyorsan rájön, vagy értelmezi a szavakat, mint például az, hogy ne ragaszkodj a formához. És hát úgy gondolom, hogy ezt nagyon gyorsan ki is játszuk, hogy hát nem kell mindent úgy csinálni, mint ahogy a hagyomány leírta. Akkor is működhet a dolog. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire helyes ez, mondjuk aki gyakorol rendszeresen és rájött mondjuk, hogy nem kell megtenni leborulás közben x egy dolgot, mondjuk nem kell ráülni a, a, sarkára, ezt így is csinálja. De látják a kezdők is, akik még nem tapasztalták azt, hogy igazándiból lehet, hogy nem muszáj, és rosszul gyakorolják mondjuk. A kezdőknek hogyha ők helyes instrukciót kaptak, ez nem probléma. Ők pontosan tudják, hogy ki a tanító, és ki nem. És hogyha ha kezdő helyesen fogja fel, akkor a tanítót figyeli. És nem pedig a kísérletező középhaladót, vagy a nagyon-nagyon formabontó idültet, ugye? Igen, tehát például ilyenre gondoltam, hogy hogy mondjuk egy darmatanító például. Hát annak már sok baja van. A aki aki úgy keves. példaképként kellene, hogy legyen, de... de... Előbb-utóbb azért a darmatanító is rájön, hogy hát én nem azért vagyok darmatanító, mert olyan sokat tudok, hanem azért, mert felismerem, hogy ezzel is szolgálom a másikat. Tehát nem csinálja, nem, nem lép ki a formából, hanem Igen, bárki léphetne, mert neki úgy is megy, de a kezdőnek nem megy. A Köszönöm. kezdő még tévedhet. A darmatanító tanító még nagyobbat. Mert azt hiszi, hogy majd ő. Á. Érdi? A szívszutrában azt énekeljük, hogy nincs szem, fül, test és érzelem. Értelem. Értelem, bocsánat, igen. Hol nincs? Az első sor megmondja neked, tudod az első sorát? Folytasd! Bódizatva a meghaladó Amény meghaladó bölcsességben időzvén. Kettős pont. Na ott. Ott nincs. Hm. De minden máshol van. Jaj de kár. Rájöttél. Hm. Nagyon jó. Köszönöm. Szívesen. Már év, évtized óta foglalkoztat, hogy ö, művészet, tehát úgy, úgy érzem, hogy megválaszthatom, hogy ö, milyen tevékenységet végzek, és ö, hogy művészet, avagy gyógyítás legyen az a tevékenység, amit folytatok. Mert valahogy én önmagamban mindig a gyógyítást föléteszem a művészetnek, e, most művészi a... gyógyítás és gyógyító művészet. Erre van szükség. Miben segít? <laughs> de amúgy ettől függetlenül van, van különbség köműves és... közt van, az, hogy mennyit iszik. ne, viccel, nem nem Ez a legnagyobb, de... A mindenki tud, de mi van itt? Oké, okay, de vannak különbségek, vagy leosztályozható a, nem ez az ember milyen foglalkozást űz egy... De ne osztályozza életem, hanem végezd, amiben hiszel. Tehát, hogyha te azt látod, hogy ez jó és helyes és segítő és motiváltnak érzed magad, hát csináljad! Nem osztályzunk, befelé nézünk és kifelé egyszerre. Ha okod van hinni benne, csináld. Hogy nagyobb szüksége van, azt gondolom az emberiségnek arra, hogy több gyógyító legyen, és, és magára a művészetre vagy az alkotásra, vagy esetleg arra, hogy én most festek vagy szobrot készítek, arra nincs akkor a szüksége. És hogy kicsit leértékelem miatt. Ez nem így működik. Egyszerűen azt csináld, amiben tényleg hiszel, hogy a te dolgod. És ez a hit, ez az intenzitás, ez az elképesztő energia, amivel te végzed a dolgodat, azt tesz téged autentikus emberré. Ha autentikus művészé, akkor azzá. Ha autentikus gyógyítóvá, akkor azzá. De ne kívülről döntsd el, hogy te mit csinálj. Ezért mondom, ha okod van hinni benne, az belül is, kívül is mutatkozik. Te éld meg azt, hogy ez a dolgod, és ezzel segítesz másoknak, és teszed ezt a világot jobbá. De nem tudod azt csinálni, amivel belül nem tudsz egy mély közösséget vállalni. Ez a személyiség integritását megbontja. Nem lehet csak kívülről irányított módon pályát választani. Elvész a motiváció, elvész az energia, és nem fogod tudni csinálni. Pedig a racionális intellektusod nagyon hasznosnak véli. Nézd meg a tehetséged, az aretét, az erényt, és annak kéne döntenie, és ezt majd integrálod valahova. Kis piac, nagy piac, közepes, teljesen mindegy. Tehát kell ez a belső meggyőződés, és annak lesz egy kivetülés, egy külső formája. De ha te addig nem ásol le, hogy tényleg mi a dolgom itt, akkor csak érdekből dolgozol, és ez jól nem ítélkezem az ilyen választások fölött, csak ha nincs gyökeres tehetséges, benső motiváció nem fog menni, főleg a válsághelyzetben nem fog menni. Azt mondja, ez nem én vagyok, ez nem az enyém, ez nem az én utam, nem az én életem. Jó? Jó? Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogyha a barátaim megkérdezik tőlem, hogy mi az a zen, akkor hogyan tudok nekik úgy válaszolni, hogy, amint hogy anélkül, hogy eljeszteném őket, vagy hogy... Főzzél nekik egy csészeteát. De ezt meg nem értik, vagy... Bíz a csészeteában. Ő jobb tanító, mint én vagy te. A zen az nagyon sokszor nem tanítható így szavak által, eszmék vagy gondolatok által, főleg akkor, ha érzed azt az előzetes defenzívát, amivel az emberek védik a saját elméjük befogadó képességét. És akkor megkérdezed, tényleg akarod tudni? Igen, igen, mondd el, mondd el. Már látod, hogy teljesen, hú, hú, tehát ez így nem megy. Azt mondja, az ékék és a fűzöld. Az ég is jó tanító, és itt a zöld fa, fű, a természet is nagyon jó tanító. Én is tőlük tudom, hogy mi a zen. Kérdezd meg őket. Mindenféleképpen humor, szeretet, együttérzés. Mindegy, mit mondasz, a mögötte lévő energia, érted? A szavaid mögött lévő energia fogja a tanítás tényleges minőségét meghatározni. Nem pedig az üzenetnek így a gondolati tartalma, meg egyebek. Valójában tesztelnek téged, hogy mennyire borulsz be a saját kis zenedbe. És ugye nem borulsz be, és együtt maradsz velük, és a híd megmarad, a kapcsolat megmarad, bármit közölhetsz, és akkor, jó, hát ez tök jó, kicsit furi, de jó, kérdezzük meg az eget. A fát. Te hmm, érdekes, tényleg zöldek a levelei. Érted? Így. Jó, köszönöm. Szívesen. Az előbb volt itt szó a munkáról. Igazán az lenne a kérdésem, hogyha több mindenben is jól érzem magam, el tudok benne veszni, kell-e választanom, hogy... Kell. még többet fizet. Csak mert egy barátom mondta, hogy sokszor, ha az ember sok mindent csinál, akkor valójában nem csinál semmit. Ez a barátod egy érdekes lélek. Mikor takarította ki utoljára a szobáját? Nem tudom, megkérdezd meg tőle. Én javaslom, hogy kérdezd meg tőle úgy, hogy a következő lépés az legyen, hogy akkor az elméjét is takarítsa ki saját maga. És ezektől a gondolatoktól szabaduljon meg. Mert láthatóan azért mondta el neked, mert neki már ez nagyon nehéz. Neki már ez komoly akadály. És mi ezzel nem kezdünk semmit. Majd ő. Igazándiból annyiból adok neki igazat, hogy mindegyik. Tehát van, -e, van egy csomó dolog, amihez valamennyire értek. De, de úgy mélységében egyiknek sem vagyok. Együttérzés és befolyásolhatóság. Azonos vagy különböző? Különböző. Szerencséd van. Ne hallgass mások hülyeségére. Járd az utat. Tudod már, mi a fontos. Tudod már, ki a fontos. Menj. Köszönöm. Szívesen. Miért fontos annyira a szanga? Miért fontos a család? Csak Lát. azért fontos, mert muszáj. A apu azért fontos, mert muszáj? Hát nem. Miért fontos a apu? Nem, mert szeretem őket. És ők? Ők is. Jól van. A nehezén túl vagyunk. Azért fontos a szanga, mert nagyon sok tükröt kapsz. És együtt könnyebb gyakorolni, egyénileg az ember sokkal gyorsabban elszáll, és ismét képernyőfüggő lesz. Ha a csoport együtt gyakorol, ugyanazt az időrendet követjük, ugyanazt az ételt tesszük, ugyanazt a gyakorlatot csináljuk, most módszerek különbsége megengedett, akkor a véleményeidet félre kell tenni. Az egyéni meggondolásaidat, tetszésedet, nem tetszésedet félre kell tenni. És hogyha ezeket mind félreteszed, akkor könnyebben eljutsz ide, Egyedül, körbe, 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 körbe. Közösen, egyenesen előre. És hogy ilyen lélek kapcsolat az lehet, mármint hogy. Szeretnél? Nem úgy csak, hogy ez is segíthet, vagy. Szeretnél? Légy bátor. Igen. Akkor lesz. Ahogy ma kezdted a beszédet, hogy ha énekelsz, nem gondolkodsz. Ahogy ezt mondtad, mondom, akkor utána a gondolataimban olvasol. Először nagyon felnevettem magamban, aztán nagyon elszomorodtam. Ugyanis pont ez a baj, hogy többször tapasztaltam, hogy éneklés közben teljesen máshol járok és megy a szöveg, hallom az ütemet, hallom a többieket, hallom az éneket, a saját hangomat is, de mégis van egy, egy nem tudom, egy, egy második, mintha egy második processzor, egy dual processzor, és hogy mind a kettő üzemel. Akkor meg kell, hogy üsselek. Akkor az összes processzor kiakad, úgy, ahogy van. Szeretnéd? Van egy belső kikapcsoló gomb is. Hát, hogy... De ha azt nem találod, akkor hát akkor lesz olyan... kivűrő. Igen, olyan, mint hogy a BIOS látná mind a kettő, de hogy, hogy akkor hogy kell az egyiket úgy kikapcsolni, hogy az ne kattogjon, csak úgy, úgy menjen a másik az ének, meg az jó, meg minden. Vagy megtalálod a gondolkodás előtti tudat kapcsolóját, vagy az egész tápegységet ki kell húzni a falból. Na, sokan ezt csinálják de van egy olyan állapot, amikor még nincs nulla és egy, és vissza tudsz vonulni az elmének abból az abstrakciójából, hogy egy újabb metaréteget nyit, egy újabb kommentárt nyit. A határidő naplót be kell tudni csukni éneklés közben. A teendő listát nem szabad pörgetni éneklés közben. Olyan illúzió romból, amikor már évek óta reggel és este és elvonuláson és otthon csinálod, elindul a nagydárani, és közben pedig a filmjelentés a sávban. Horror, és így se ítélj magad felett. Még ekkor sem mond, hogy hm, ez biztos azért van, mert szent gyakorlok. Hogyha nem gyakorolnék zent, akkor ez nem lenne. De ott van, csak nem láttad. Az zen legalább megmutatja böcsülettel, hogy neked hányféle frekvenciád van, és mennyiféleképpen tudsz te gondolkodni, ha kell, ha nem. És gondolatod gondolattal nem fogsz tudni lecsendesíteni. Egyszerűen vont ki onnan a figyelmed, és tér vissza a mantrához. Hát azért most volt olyan hangzás, hogy kellőképpen el tudtam mosni a gondolkodásodat, de csak ha akarod. Egyébként nem. Volt, igen, abszolút ez igaz. De hogy valahogy mindig visszaugrik. Tehát, hogy... Most is hallom, visszaugrik. Másodszor kérdezed ugyanazt. Mondok. Csináld. Csak énekelj. Száz százalékig csak énekelj. Nincs más. Akkor mondok jobbat. <laughs> akkor tényleg megütlek. Oké. Okay. Hogy ugyanez a probléma uh, leborulás közben is. Hát a megoldás is hasonló lesz itt, <laughs> de... A... Csak a lélegzetet figyelt meg a mozgást, és ne gondolkodjál sokat, akkor meg a butha üt meg az oltáról. Következő kérdés. Sokszor szóba jött a ké az éneklés kérdése. Nekem nem sikerült még olyan éneklésnél teljesen gondolatmentesnek lennem, amikor más, más vezeti. És a adott. sajátodnál, igen? Akkor igen. Át Csak fogom akkor. adni a moktakot. Megnézzük. Egy ilyen fénytestbe fogsz burkolózni. Szerintem <laughs> a fél szív ott lesz ő teljesen. De hát úgy értem, hogy azzal sokkal könnyebb egyéven, hogyha. Hogyha te nekik, számomra, hogyha az éneklés, legalábbis én vezetem, igen. Ez egy jó esély. Elmegyek egy kis vakációra a templomból. Anti, vezet, mire visszajövök, teljesen ki vagy tisztul. Ez milyen jó. Bevallom, hogy emiatt egy kicsit szeretem is azt, amikor valami dolgod van, és, és szertartást akkor van szerencsém vezetni. Úgyhogy köszönöm szépen. Most kezdek megkönnyebbülni, hogy nem éltem hiába, hogy a 31 év zengyakorlat és 21 év tanítás végre olyan talajba hullott, ahol a bóthi fa, mint a kis csemete már sarjat ki. Önállóság szentséges vize, ne apadj el! Még a frizurádat igazítjuk ez egy kicsit. De... Jó, hát, hát szóval mondhattam volna hogy a, mondjuk az improvizációt is tropitával, de, 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 de szóval az a hogy ez egy, mi kell ez ilyen? Ez te kell lesz. És itt már rövidre zártam az összes áramkörödet. Ez te kell lesz. Még inkább gyakorolni és elviselni azt, hogyha nem te vezeted, szerintem ezt elég jól tudod, és amikor te vezetsz, ne te vezess, csak énekelj. csak üsd a moktakot. Mindig a Budha vezet. Érted? 2565 éve a Budha vezet. Soha senki nem fogja utalérni. 80. generációt írjuk utána. Csak csináld, kész. Oké, okay, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy jól betanult, megtanult, formákat olyan helyzetekbe, ami kiélezett helyzet, nevezük stressz helyzetnek. Miért nem tudunk automatikusan hozni? Tehát utána már látjuk, hogy... Mert a stressz lebontja az automatizmust, és ott vagy megfagyva, teljesen szétesve, haraggal, vagy félelemmel, egyebek. Vagy ugyanazokban a játékokban, amik belőtte. Nagyjából. Tehát hogy a... tudom ezt kiiktatni? Úgyhogy tanulj meg improvizálni békeidőben, például Kóan interjúk. Ott nagyon jól megtanulsz improvizálni és intuitíve működni. És akárhányszor hibázhatsz. Ott a stressz én vagyok. Köszönöm. Nagyon szívesen. Improvizálni tudni kell, kottából játszani szintén tudni kell, de hogyha ragaszkodsz a karmát, akkor nem tudod, hogy mit, mikor a stressz mindig olyan, hogy ráfeszül a tudat a karmára, mint celofán a bontott csirkére, és nincs hely. Tehát azon nyomban lélegzetet elkapod, tudatterét növeled, az ilyen nagyon leszűkült, alagút nézet, az azon nyomban elkezd tágulni. És amikor a tudatban van tér, akkor a stressz elkezd csökkenni. Ha a karma teljesen kitölti a tudatod terét, akkor nem tudsz mozdulni. Tehát mindig a tudat terének nagyobbnak kell lenni, mint a karma, mint amit éppen te hordozol, amit viselsz. Onnan tudod, hogy van más nézőpont. Ha van más nézőpont, van választási lehetőség. Ha van választási lehetőséget, csökken a stressz. Ha a halál pillanatában eltűnik ez a, ez a tudat, hogy tartsd ezt a teret tágasan, akkor... Eltűnik? Nem tudom, de ha eltűnik, hát, akkor... Ha akkor... eltűnik. Akkor, Akkor semmisé válik a gyakorlat ott abban a pillanatban? Az a jó hírem, hogy a halál pillanatában ilyen gondolat sincs. De most van. Élsz. És ez nagyon jó. Köszönöm. Egyet tudjuk, amikor Szungszánszönyém a nirvánába távozott, az arc olyan békés és harmonikus volt, mint hogyha a tiszta föld lemenő napja ezer éve az arcán fénylene. Nem tudjuk, mi van a halál után, de egy biztos, ami a tudattalanodban van, az kivető előbb-utóbb, amilyen gyorsan az érzékszervi síkon végigmész. Ha tiszta tudattal élsz, akkor félelem nélkül halsz meg. Amennyire félsz a haláltól, annyira terhelt a tudattalanod. Nekem problémáim vannak a leborulással. Nekem és... is. Neked is a térded? Meg a derekam. Pedig az én nem csinálod olyan régen még, igen? Igen, és mindig olyan uh, csodálatosan beszélsz uh, Szunkszán Szunyimról, és ki szoktad hangsúlyozni néha, hogy ő is sok laborulást csinált napi szinten. És ott egy időszak, amikor, hát azért ő nagyon sokat csinált, tehát ezt így nehéz minden nap megtenni, de én is csináltam jó pár százat, Napi közel az ezerhez, az így nagyon jó tud lenni, és nagyon hasznos, viszont azt vettem észre, hogy nem tudom ezt hosszú távon fenntartani, ezt a nagy mennyiségű leborulást. Elég az 500, nem kell az ezer? Igen, igen. Nem megy. Tehát, hogy így van, amikor annyira fáj a direktom, nem megy. hogy nem, nem, nem megy. Hát nagyon az életet kezdetén vagy, te még hallod. Később rosszabb lesz. Igen, és a te tapasztalatodból kifolyólag is egy kicsit tartok attól, hogy túltalom, és hát, akkor... Neked nem annyira lágyak az izületeid, mint nekem. Ki ne aggódjál, egyik kondroitin szulfátot, omega-3-at és kollagént, és boruljál lefele. És hogyha nem megy annyi, amennyit szeretnél most akkor már még több próbáltam. kollagén, még több omega-3, és még több kondroitin szulfát. Kibúvók, az nem te vagy, hogy csináljad, ezt kész. Na, következő kérdés. De, 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 ehhez tartozóan egy kérdés, hogy ö, azt tudom, hogy ö, az egy ö, nem jó alternatíva, de az egy ö, nagyon hasznos dolog, amikor az ember mélyen csinál egy-egy leborulást, hoztam benne marad egy adott ö, mozdulatsorban, mondjuk így, szellemileg és fizikailag is. Nem és... elértesíthető semmivel. Most okos vagy, figyeled? Yeah. Még több leborulás. <laughs> Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Az előbb már ö, volt egy kérdés arra, hogy ha barátok megkérdezik, hogy mi a zen, akkor hogyan válaszoljunk rá. Nekem hasonló dolog jött fel a családban, amikor megkérdezték, hogy oké, okay, egyszer elmentél, elmentél másodszor is, de minek még harmadjára? ott álltam szótlanul, nem tudtam, hogy erre most mi a jó választ, ha elkezdek magyarázkodni, vagy csendben maradok, de akkor nyilván jöttek volna az újabb kérdések, és most nem tudom megmondani pontosan, mit válaszoltam, de biztosan nem jót, mert a kérdés bennük ugyanúgy még megvan. Akármit válaszolsz, nem lesz elég. És nem ugyanaz a válasz, mint Borinak, te harcosabb vagy, úgyhogy veled is többen harcolnak, és jobban harcolnak nyugodtan mondhatsz olyan fogalmakat, amelyek számukra helyesen fedik le azt, amit te csinálsz. Például a belső béke. És azt mondhatod, hogy te a belső békért vagy itt. Nem beszélsz a nem gondolkodó tudatról, a keletkezés előtti létállapotról, ezekről az elképesztően elvontnak tűnő, de tök egyszerű dolgokról. Nem. Lefordítod az ő nyelvükre. És azt mondod, hogy a harmóniát szeretném megtalálni, hogy még jobban szerethesselek. Na, ezután nem sok kérdés lesz, mert félnek tőle. Úristen, mi az, amikor jobban szeret? Az eddig is nem volt nagyon jó. De... És akkor ilyen finomságok, hogy szeretném az életem irányát még jobban letisztítani és megtalálni. Az meg micsoda. De... És akkor ilyen szépen tovább tudod gördíteni, amikor egyszer csak megbékélnek azzal, hogy ők ennél többet már nem tudhatnak róla. Semmit. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Úgy kezdtük a tegnapi napot, hogy ezzel a tíz nap alatt akár teljesen megtisztulhatunk, és új személyiségünk lehet, jól értettem? Ezzel én óvatosan bánnék, mert jó. Amennyiben te szeretnél megváltozni, annyiban tudsz is, hogyha elengeded azokat a ragaszkodásokat és azonosulásokat, amelyek már utadban vannak. De az a bölcsesség, az az együttérzés, amelynek kezdeményei és részeredményei már személyiségedben tündökölnek, azoknak nem kell eltűnniük. Uh -huh. ö, igazából csak az érdekelne, hogy, hogy kezdetben ö, magunkra öltöttünk Ilyen, olyan ruhákat, amik mondjuk a személyiségünket kirajzolták, és hogy most tényleg ö, mekkora mozgástér van, hogy egy sapkát levegyünk, vagy egy bundát, és egy másikat. Vegyünk fel. Identitásunk hagyma rétegeire gondolsz? Igen. Abból lesz a jó hagymás rántotta. Hát a megkülönböztető bölcsesség késével föl kell szeletelni? Az együttérzés forró olajában megpaprintani? és dinsztelés után a mindennapi élet tájával egy fantasztikus jó reggelit lehet csinálni. Némi fűszerezés és reszelt sajta tetején. Nem az éneddel van a baj. Nem a személyiségeddel van a baj, a téves nézetekkel van a baj. A téves nézetekből következő kapzsisággal, haraggal és borzalmakkal van a baj. Személyiségre szükség van, egoitásra nincs. Ezen dolgozunk. Egy kapcsolatban a haragjainkkal mit tudunk kezdeni? Hogy tudjuk meghaladni őket? Amikor nagyon-nagyon haragszol valakire, és szemben áll veled, akkor te egy 90 fokos fordulatot veszel, és ordítasz. Miután kiordítottad magad a semmibe, ismét 90 fokos fordulatot veszel, és azt mondod, hogy köszönöm. És ha nem megy az ordítás? akkor anélkül kell megköszönni. Ha magadba folytod, akkor fölrobbansz. És ne robbanj föl, mert akkor csak magadat okolhatod. Előbb-utóbb akkor kivetül a másikra, aki csak a karmáját adta. Ő saját magát adta. Miért kellett neked ehhez bedühödni? Mi volt az, ami benned dühös lett? És hogyha ezt megtalálod, akkor még akarattal sem lehet téged idegesíteni, kihozni a sodrodból, elveszíted a középpontodat, ez mind ugyanaz. Elveszíted a pillanatot, akkor a saját dualisztikus, szuper nehéz reakciód egy ilyen elképesztő, gyors tüzelő ágyút varázsol belőled. És akkor kimondasz és megteszel olyan dolgokat, hogy egyszerűen ledöbbesz, hogy úristen, ez én voltam, és igen, abban a pillanatban azt te voltál, jobb, ha tudod kyung mondta, egyetlen pillanatnyi dű tízezer förtelmes bűnnek ad életet. Az érzelmi rák az, ami leggyorsabban így a dű formájában terjed, áttétekkel és mindenhova, és beborít mindent. És nagyon kell vigyázni, hogy mikor érzed magad dühösnek, és meglátni a mögötte lévő agressziót, tehetetlenséget, felhalmozódott karmát, és belül enged meg, hogy te dühös vagy, de kívülre ne enged ki. Ha elfolytod, akkor még belül sem engeded meg, hogy dühös légy. Hát a meditáció nem elfolytás és nem kiélés, hanem látás. Iszonyú keskeny a középút. De muszáj látnod, mert akkor vagy kiadod, vagy pedig belül elfolytod, ha nem akarod látni. És ez a látás, ez a megszabaduláshoz vezető út mind a harag esetében, mind a kapzsiság vagy ragaszkodás esetében, a téves nézetek, azok újra termelik a karmát. Látni kell úgy azt, ahogy van. Amikor a zenben az ilyenségről hallasz, amikor a dolgok működését, tatváját, azt észreveszed, és azt a magasabb törvényt, a darmát, amely összekapcsolja ezeket a működéseket, akkor a felismerésnek nagyon nagy szerepe van. De még egy lépést kell tenni, és ez már a nem azonosuláshoz vezet, a nem énformáláshoz vezet, mert az azonosulással, a magadra vétellel, ezzel teszel bele energiát. Kívánom azt, hogy ezt a tíznapost teljes erőbedobással, közösen, egyenesen haladva csináljuk végig. Tegyünk abba energiát, amivé szeretnénk válni. Százszerzalékosan legyünk jelen a pillanatban, hogy segíthessük egymást az éberség és a helyes együttműködés gyakorlásában. Nyerjük el újra azt a tudatállapotot, melyben természetszerűen látjuk, hogy minden karmánk saját teremtményünk. Hogy ne panaszkodjunk a világra és a másik emberre, vagy embercsoportra, vagy urambocsá a családunkra, mert olyanok vagyunk, amilyenek. A természetes letisztulás mindenkinek az osztályrésze, ha hagyod, ha teszed. Köszönöm, hogy megtettétek azt a lépést, hogy ide eljöttetek, és a tíz napost együtt csináljuk végig. A szanga nagyon nagy kincs. A darma nagyon nagy kincs. A tanítók sorozata, az átadási vonal nagyon nagy kincs. Használjuk ezt a kincset, amíg tudjuk, amíg lehet, amíg van rá módunk. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, tegyünk meg mindent azért, hogy elérjük a felébredést, és segítsünk minden kötöttségben élő lényen. Questo non lo fidiamo.